A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola harmadikos és negyedikes diákjai szép sikereket értek el a Délini által megrendezett Csigabiga mesemondó versenyen. Erről Takácsné Csikós Anikó tanítónővel beszélgettünk. Az iskola diákjai január óta készültek a versenyre. A tanítónő a szöveg választásával kezdi mindig a felkészülést, diákjainak személyre szóló mesét keresett most is. A Délini Művelődési Központ a Csigabiga Palota mesemondó versenyt már régebben, januárban meghirdette, és mi annak rendje módja szerint elkezdtük erre a készülődést, ahogyan szoktuk. Először is a szövegválasztásra, a meseválasztásra nagyon koncentráltunk, nagyon figyeltük, hogy ki milyen típusú mesét szeret, és akkor hozzákezdtek a gyerekek a tanuláshoz, és következett az, hogy március 9-től online formában tanultunk, és akkor a mesetanulás is így folytatódott. Ennek különböző formái voltak, mégpedig volt, aki jelenlétibe, egyéni módon megoldottuk, hogy bejött, és akkor megbeszéltünk egy-egy időpontot, elmondták, hogy hogyan haladnak, illetve volt olyan szülő, aki abban tudott segíteni, hogy videóra fölvette azt, ahogyan halad a gyermek a mesetanulással. Én meghallgattam, próbáltam elmondani, javítani, és különféle szempontok szerint igyekeztünk a mesére koncentrálni, hogy az nagyon szép és jó legyen. Van, aki a tréfás mesét szereti, van, aki a komolyakat, van, aki a tanulságosat. Erre nagyon figyel Takácsné Csikós Anikó, hogy szeresse diákja azt a történetet, amit elmesél. Mi közösen bemegyünk az iskolai könyvtárba, most azt még meg tudtuk tenni, és együtt keresgéljük. Van olyan gyermek, akinek sokszor 5-6 mesét is kell adni, mire igazából rátalál, és azt mondja, hogy igen, akkor ezt szeretném mondani. Hiszen van, aki a tréfás mesét szereti, van, aki a komoly, inkább a tanulságos meséket, és erre igyekszem nagyon figyelni, hogy szeresse igazából azt a történetet. A refisek nagyon jól szerepeltek, ügyesek voltak. Van arany, ezüst és bronz minősítés is. Nagyon-nagyon örülök, nagyon ügyesek voltak, hiszen most 8 gyerekkel, a harmadik, negyedik évfolyamon 8 gyerekkel tudtunk szerepelni, és van arany, ezüst, természetesen bronz minősítés is, de mindenkit a maga képességeihez mérünk, és az ő eredményeiknek is nagyon-nagyon örülünk, és gratulálok ezeknek a kis tanítványaimnak. Minden kis tanítványának gratulál tanáruk, aki a tehetséggondozást is fontosnak tartja. Ennek része, hogy iskolai keretek között is gyakoroljanak, így az alsósoknak is előadták a meséket a versenyzők. Igyekszünk mindig erre is figyelni, hogy itt iskolai keretben is szerepeljenek. Próbáljuk megoldani úgy, hogy reggelente, és akkor egy-egy tanuló bemegy minden alsós osztályba, és a többiek is meghallgatják. Így történt az eredményhirdetés is, hogy az osztálytársaik előtt, és volt olyan kis gyermek, aki ekkor mondta azt, hogy no, akkor én is szeretném majd ezt megpróbálni a következő alkalommal. Többen ötödikesek lesznek ősztől, a tehetséggondozás azonban ott is folytatódik majd. Ez nagyon fontos, hiszen mi erre építünk, mert már az első-másodikos tanítónénik is nagyon nagy munkával fölkészítik a gyerekeket, átadják nekünk harmadikos-negyedikeseknek, és mi pedig ilyenkor mindig egy kicsikét bánatomra már a negyedikes gyerekek elmennek a felső tagozatba, és én ilyenkor őket már arra biztatom, hogy remélem, hogy folytatjátok a felsőben a prózamondó versenyekkel, illetve abban is nagyon bízom, hogy a városi színjátszókörben is szívesen fognak szerepelni, illetve már szerepelnek is ezek közül a gyerekek közül.